A szekszárdi református templom adott otthont a Continental Singers koncertjének. Az együttes 19 stúdióalbumot adott ki, 82 turnét szervezett, 700-nál is több fiatalra gyakorolt hatást csoportjaiban, és több mint 1300 koncertje alatt közel 300 ezer ember életét érintette meg. Én azt gondolom, hogy a mai fiatalok egy új generációt képviselnek, és a Continental Singers ebben nagyon nagy segítséget tud nyújtani, ha egy modernizálásról lehet beszélni. Ahogy a zene is fejlődik, évről évre új stílusoknak a válfajai megjelennek. Én azt gondolom, hogy a Continental Singers nagyon össze tudja fogni a fiatalokat is. Most már el tudjuk azt mondani, hogy egy jó pár éve a korhatáraink el lettek törölve, eddig 35 év volt a korhatár, most már kortalan. Jó magam is 40-es korba lépve vállaltam újra az egész turnét, velem együtt nagyon régi kontinentálosok vállalták, és vegyesen vagyunk fiatalokkal, tinikkel, akiknek jó példát mutatva tudjuk bemutatni, hogy ami régen működött, az ma is működik, de teljesen új köntösbe ültetve, és a zenének a nyelvén én azt gondolom, hogy akár az 1800-as évekről beszélünk, akár most 2000-es évekről, a zene az mindig megszólította az embereket, az valahogy mindig a figyelmet oda vonzotta, legyen az bármennyi, bármekkora tömeg. A Continentals egy nemzetközi keresztény előadó művészeti szolgálat, melynek legnagyobb célja, hogy a különböző művészeti eszközök felhasználásával a Biblia örömhírét közvetítse. Az ötlet az Egyesült Államokban 1967-ben született meg. A formabontó, stílusindító zenebátorsága csodaként járta be az államokat, meghatározó hatást gyakorolva a keresztény könnyű zenére. Hamarosan Európában is hódítani kezdett, és elérte Magyarországot is. Körülbelül olyan 80-as évek közepén érkezett meg Magyarországra, akkor Jubiláte néven, és az 1990-es rendszerváltás óta létezik, mint Magyar Continental Singers, és azóta immár 37 éve töretlenül elsőnek élőzenekaros Continental turnék voltak, most inkább a fél playbackes, ugye a zene az előre feljátszott, az ének az élő maradt, viszont 11 éve újra van élőzenekaros Continental bandje a Magyar Continental Singersnek. Ez egy évközbeni csapat, akik Miskolc és környékét, de voltunk már Békés Csabán, voltunk már igen nagyon messze Miskolctól, és az ország több pontjáról fogjuk össze a fiatalokat. A Magyar Continentals felekezetektől független missziós szervezet. Nem tartozik egyetlen keresztény egyházhoz sem. Jelenleg Hollandiában van a Continentalnak a központja, onnan mindig kapunk új dalokat, de nagyon szeretjük vegyíteni a már régebben elhangzott dalokkal, és így ezen a mai estén is újak és régiek össze vannak, mondhatnám így gyúrva, készítve a közönség számára. Vannak nagyon ismert dalok, amik keresztény berkeken belül már sokan énekelnek. Volt egy 90-es években megíródott dal, ami ugye a végidőkről szólt, a Biblia is ír ugye a végidőkről, és a mai repertoárunkban is, az idei repertoárban is ezt beletette a vezetőnk, és pontosan arról szól, hogy a jelek láthatók, csak állj meg és nézd. Gyűlölet mindenhol, szinte mindenki fél. Szerintem ezt a világban most mindenki érzi,
hogy valahogy más időszakot kezdtünk el élni, és ezt a kontinentál a dalaink keresztül üzeni az embereknek, hogy fel kell ébredni. Amikor meghal...